Ez a felvételhez muszáj egy rövidke bevezetőt fűzzek. Már csak azért is, hogy kevésbé legyek félreérthető a kedves hallgató számára. Többször szóltam már arról, hogy én az elején, amikor az Úristenhez fordultam, és elkezdtem tanulmányozni az evangéliumot. És hát megismertem a Krisztus élő valóságát. Egy darabig én tényleg azt hittem, hogy akkor végül tényleg a kereszténységben van a megoldás. Tehát a keresztény az igazi vallás. És megmondom őszintén, hogy főképp az elején nagyon kemény dilemmáim voltak, mert ahogy haladtam előre az evangélium olvasásával, jöttek a megértések Isten kegyelméből, egyre több olyan dolgot láttam a kereszténységben, a kereszténység mint vallás gyakorlásában, annak minden válfajában, ami nem csupán nem egyezett azzal, amit Jézus tanított, hanem a gyökeres ellentéte volt annak. Tehát ezt úgy mondják bibliai terminussal, hogy megbotránkoztam. Újszülött gyermekként megbotránkoztam, megütköztem. És picit ilyen, hogy mondjam, amnéziás állapotba kerültem. Darabig azt sem tudtam, hogy most akkor merre, hány méter, most akkor mi van. Hogy lehetnek a kereszténységben olyan tanok, amelyek ennyire ellent mondanak Jézus tanításainak. És megmondom őszintén, hogy a főkép az elején nagyon kemény félelmeim is voltak, mert bizonytalan voltam, de talán bizonytalanul mondtam ki, hogy te, én itt súlyos ellentmondásokat látok a kereszténység tanításai, a vallások, gyülekezetek tanításai, a keresztény dogmák és Krisztus tanításai között. Szelején ezt nagyon nehéz volt felvállalni. Úgy, ahogy kezdtem megtelni Krisztus jelenlétével, mondjam azt, egyre több, egyre nagyobb bátorságom volt felvállalni ezt, hogy a kereszténység annak szinte minden válfaja mély tisztelet a kivétel, hangsúlyozom, ellent mond annak, sőt, szembeköpi azt az evangéliumot, amit Jézus tanított a barátainak, követőinek. Nyilván a felvállalás nem csupán azért volt nehéz, mert a megértések nehezen jöttek. A megértések azok jöttek végül is. De viszont úgy volt kedves az Úristennek, hogy amikor én kijelentem azt, hogy a kereszténység nem egyenlő Krisztussal, akkor azt ne gonosz lelkülettel jelentsem ki. Ne gonoszsággal fűszerezzel jelentsem ki. Ne elmarasztalással, ne büszkeséggel, ne kevésséggel jelentsem ki, mert én is egy elesett ember vagyok, akit épp úgy megtévesztett a világ, mint tégedet, a vallásos világ, és úgy általában a világ szelleme, mint téged. Tehát semmivel sem vagyok elévi, mint te. Én éppen most is ebben a pillanatban legalább annyira rászorulok Isten kegyelmére, mint te,
bármelyik keresztény felekezethez tartozol. Nem vagyok jobb, mint te. Nem erről van szó egyáltalán. Hanem egyszerűen én túl sokáig kerestem az igazságot, vágytam arra, hogy megkapjam a választ a mi értekre. És úgy valahogy ezért nem engedhettem meg magamnak, hogy csak úgy belecsöppenjek bármelyik, vagy akármelyik ilyen vallásos felekezetbe, és ottan én eltapsoljam az egész életemet. És most azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a felvétellel senkit nem szeretnék megbántani, még azokat a vallási vezetőket sem, akikre egyébként neheztelés van a szívemben, akik iránt neheztelés van a szívemben, őket sem szeretném megbántani. Én tényleg abban bízok, hogy minél többen megmenekülnek még közülük is. Adná az Úristen. De viszont ugye egyesek már annyira mélyen benne vannak, és annyira elkötelezték magukat a világurának, a mammonnak, a hírnévnek, a karizmának, ugye, hogy egyszerűen nem tudnak már kijönni, tehát aláírták a szerződést sokan közülük. Remélem, hogy azért csak vannak kivételek. Most akkor, hogy a mentegetőzésem megtörtént, hogy senkit nem szeretnék megbántani, nem arra szándékkal készítem ezt a felvételt, hanem ellenkezőleg, avval a szándékkal, hogy hát, ha valaki meghallja az üzenetet és megszabadul általa, felismeri, ráismer a saját sorsára benne, és őszinte szívvel és nagy bátorsággal a mindenütt jelenlévő, mindenható Istenhez tud fordulni, hogy ő adjon neki kijelentéseket, békességet, hogy az ő lelke teljesen szabad legyen, megszabaduljon minden vallási mozgalomtól, meg emberi dogmától. Kérdés az, hogy miért depressziósak a keresztények? Vannak depressziós keresztények, drága barátaim. Sajnos arról is tudok, aki olyanokról egész pontosan, akik önként saját kezülek vetettek véget az életüknek. Annak ellenére, hogy hallották az örömhírt, megismerték az örömhírt, egyileg az örömhírnek a részesei voltak, és mégis megtörtént a tragédia, hogy véget vetettek az életüknek saját kezülek. Tehát van ilyen, sajnos. Nem tudhatjuk, kivel fog ilyen történni. Viszont amit tudhatunk, drága barátaim, amit tudhatunk, arról fontos beszélni. Mert hogyha valamit megértettem, kaptam egy finom cipót, és én azt nem osztom meg veled, aki esetleg ebben a problémában vagy, ezzel a problémával küszködsz, és veled történik valami, akkor én is bűnrészes vagyok, drága barátom, a te tragédiádban. Mert én megkaptam, Isten kegyelméből rálátást nyertem arra, hogy mi történik a vallási mozgalmakban. És kussoltam, nem mondtam el, mert nekem úgy kényelmesebb volt, ugye. Kényelmesebb hallgatni, mert akkor senkivel nem kerülsz összetűzésbe, senki nem fog számon kérni, senki nem fog megkérdelezni, senki nem fog kigunyolni, ugye. És nem leszel a világ szellemének a céltáblája. Tehát könnyebb volna erről nem beszélni, higgyétek el nekem. De viszont a lélek arra indít, hogy beszéljek arról, hogy minek köszönhető, hogy depressziósak a keresztények. Persze ennek több oka is van, de most én egy nagyon fontos, nagyon népszerű okra szeretném felhívni a figyelmet. És ez nem más, mint az, hogy nagyon sok embernek az öröme
mondjam azt, a szárnyalása, a jókedve még mindig túlságosan ki van szolgáltatva valamilyen jelenségnek, valami emberi jelenségnek. Nem csupán jelenségnek, mert itten többről van szó, mint jelenség, hanem konkrétan emberi személyeknek, mozgalmaknak, rendezvényeknek. Tehát az emberek, keresztények öröme, jóléte, jókedve, vidám kedi állapota túlságosan ki van szolgáltatva embertársaiknak, a vallási vezetőknek, a koncerteknek, a zenének, és sok olyan dolognak, amely bármikor kieshet a képből számukra. Úgy gondolom, hogy ezzel már talán sokan megérthették, hogy miről van szó ebben a felvételben. Amikor például valaki elmegy egy ilyen nagy gyülekezetbe, ahol több tízen, több százan vannak, nem ketten-hárman, több százan, akár több ezren vannak, ilyen is van, több tízezren vannak. Egy ilyen koncertre, akkor ott jelen van egy hatalmas tömegszellem, ugyanakkor erő is. Ez tagadhatatlan, hogy jelen van egy ilyen hatalmas erő, és ez a hatalmas erő a pozitív gondolatok segítségével hatalmas örömmé változik az emberek életében, a jelenlévők lelkében. Úgymond betöltekeznek szent szellemmel, szent lélekkel, és szárnyalnak. Amikor véget ér a szertartás, a koncert, vagy az a rendezvény, mennek vissza ugyanoda, ahol korábban is voltak. Egy hatalmas magaslatról leesnek, visszaesnek egy olyan szintre, ahol korábban voltak. Visszaesnek abba, visszakerülnek abba a valóságba, ahonnét ők elmentek arra a rendezvényre, és bekerültek abba a felemelkedett állapotba. És akkor a kontraszt, hogy egyesek ezt nem bírják elviselni lelkileg, és mond depressziósá válnak. Akik meg nem válnak depressziósá, azok továbbra is megszerzik maguknak azt a szert valahogy, amivel ők abban az emelkedett állapotban maradhatnak más emberektől, pásztoroktól, zeneszámoktól, és különböző, úgymond, fizikai, földi forrásokból. De viszont náluk is fennáll a veszély, a lehetőség arra, hogy amikor megszűnik az impulzus, akkor visszaesnek, bekerülnek ugyanabba a problémába, amelyikben voltak, amikor elmentek a gyülibe, vagy a koncertre, és olyankor megtörténhet az összeomlás, lelki összeomlás is, az önbántalmazás. Találkoztam a jelenséggel magamban is, embertársaim tükrében is, hogy amikor valaki Istenhez fordult, és megismerte Krisztus kegyelmét, akkor olyan magasra került hirtelen, hogy a legjobb álmában sem gondolta volna, hogy ez lehetséges. Tehát ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy betekintést nyertek Isten országába. Olyan örömbe kerültek,
ami nem függött semmitől, semmilyen koncerttől, semmilyen prédikációtól, hanem egyszerűen Istennek a lelke ott volt, és érezték azt, ki volt éleződve az ő fülük, szemük arra. Érezték Istennek a jelenlétét, az ő közelségét, és azáltal szárnyaltak. Általában ez mindenkivel megtörténik. Miért történik meg? Azért, mert Isten nem smucik. Ő bőven adja az ő kegyelmét, az ő jelenlétét, az értelmet, a bölcsességet, mindent az ő gyermekeinek. Betekintést enged az ő országába mindenki számára, hogy ime nincsen semmit. Nincsen semmilyen fizikai impulzus, és te mégis szárnyalsz lélekben. Isten ezt megadja mindenkinek, kivétel nélkül. Én, akivel találkoztam mostanig, mindenkinek volt ilyen élménye, magamat beleértve. Viszont az történik, hogy abban az állapotból is visszakerülünk a földre. Amíg a földön járunk, visszakerülünk a földre. Földi nyelven kell szólnunk, cselekednünk, földi nyelven kell megosztanunk az evangéliumot, az örömhírt. És ez néha eléggé fájdalmas tud lenni. Ugyanakkor Isten, amikor felemelt a megtérés pillanatában, akkor azt mutatta meg nekünk, hogy arrafelé tartunk, az számunkra még nem valóságos. Megmutatta, hogy merre tartunk, de az számunkra nem valóságos, mert ha valóságos lett volna, akkor lenne teljesen, akkor nem esnénk vissza az előző állapotba. Sokan felkerülnek és visszaesnek, és szépen bekerüljenek az első osztályba, az első padba akár, vagy a hátsó padba, és meg kell ismerjék Isten országát, az evangéliumot, Jézus szavait. Meg kell ismerjék a szellemi fegyvereket, amivel megvédhetik magukat a világban, amíg itt vannak, és amit arra tudnak használni, hogy megmentsék embertársaikat abból az útvesztőből, ahol vannak. Tehát betekintést nyerünk, amikor Istenhez fordulunk teljes lényünkkel, teljes alázatban. Betekintést nyerünk Isten országába. Megtapasztaljuk az ő közelségét, az ő jelenlétét. De viszont utána visszaesünk, visszakerülünk abba az állapotba, ahonnét elindultunk. És rákerülünk egy olyan útra, drága barátaim, amelyiken akár lassan, vagy valaki gyorsabban, de biztosan elérünk a célba, abba az állapotba, amit Isten megmutatott számunkra. Tehát megtörténik az, hogy lépésről lépésre az értelem és a szív és a lélek megújulásával és a cselekedetek megújulásával az ember bekerül abba az állapotba, amit Isten mutatott az első nap, a vele való találkozás napján. De viszont, amikor az ember oda érik, az embernek a lelke, az embernek a szíve, az értelme, akkor onnét már nem tudom könnyen leesni. Érthető, amit mondok? Nem válik depressziósá, mert benne felépült Isten országa. A Krisztus szavainak cselekvése által felépült benne Isten országa.
és nem esik le olyan könnyen onnét, ahova feljutott. Nem kerül könnyen depresszióba. Az az állapot, amit ő elért, az valóságos lesz, és erős. És jönnek a szelek, jönnek a hullámok, de nem tudják felborítani ezt a házat, azt az állapotot, amiben ő van. Mert ő Isten lelkével, Krisztus szavaival, ő azt bölcsen felépítette, kemény fundamentumra helyezte. És a fundamentum, ugye az alap, az nem más, mint Jézus beszéde, tanítása, annak cselekvése. Az ilyen ember nehezebben esik depresszióba. Én nem mondom azt, hogy kizár dolog, viszont mégis azt mondom, hogy kizár dolog, amennyiben az ember nem kísérti Istent. Kizárt dolog, hogy depresszióba kerüljön, mert nem fog kapni nagyobb terhet Istentől, mint amekkorát megbír. Talán az emberektől, igen, a pásztoroktól, a papoktól, de Istentől nem. Ezért fontos az, hogy az ember ne egy embertársának a kezébe helyez az életét, hanem a mindenható lélek kezébe, aki elvezeti őt minden igazságra. Tehát remélem, hogy érthető a különbség, hogy mi a különbség, ugye, hogy igen, mi a különbség a két állapot között. Nekem teljes meggyőződésem, hogyha valaki elmegy egy jó keresztény koncertre, mondjuk azt, egy fesztiválra, ottan feltöltődik, hatalmas öröme van neki ottan. Az valós, drága barátaim, valós. Van az az öröm, létezik az az öröm, amit okozhat egy jó koncert számára. Egy szép dicsőítés, egy szép, jó illatú dicsőítés. Az öröm valós, drága barátaim, de nem biztos, hogy van alapja az ember életében. És össze fog omlani, ahogy vége a koncertnek, a fesztiválnak, a betöltekezésnek, úgy szépen esik vissza az ember abba az állapotba, amiben korábban volt, és így könnyen megtörténik, hogy depressziós lesz. Vagy pedig koncertfüggő, keresztény zenefüggő, dicsőítésfüggő, pásztorfüggő, gyülekezetfüggő, és így tovább, és így tovább. Ezért fontos az, hogyha az ember már felemelkedett erről a gyarló földről, akkor valamit tegyen be az ő lábai alá, talpa alá, hogy ő álljon valamin, ami nem emberektől függ, drága barátaim, hanem attól, amit az Úristen benne felépített, az Úristen személyesen. Az ige ismerete és annak cselekvése által, aki ezt nem teszi meg, annak óriási az esélye, hogy depressziósá válik, mert nincsenek saját bizonságai. Folyton fogyasztja a tuningszert az internetről, YouTube-ról, különböző helyekről, embertársaitól, a pásztortól. Elhiszem azt, hogy az ember elmegy egy prédikációra, és a pásztorok olyan beszéde van, hogy feltölti őt, és repül az ember. És akkor megnyílik a pénztárca nyilván, adakozik. De viszont az csak addig elég, amíg újból elmegy a következő alkalomra. Mert különben visszaesik. És az ő fent léte, az ő fennállása nagyon is függ a pásztornak, a karizmatikus személynek a szavaitól. Nem attól, amit ő elvégzett
a saját otthonában, a saját házában, a saját kertjében, hanem attól, amit kínál a vezető, vagy éppenséggel a koncert. És minden egyes személy, aki kiszolgáltatja ennyire az ő örömét ezeknek a külső jelenségeknek, külső fizikai jelenségeknek, embertársai jelenlétének, apuka, anyuka, férfeleség, gyermek, pásztor, koncert, és minden ilyen külső tényező jelenlétének, az ember nagyot tud zuhanni visszafelé, mert ő folyton függ attól, amit másoktól kap, másokon keresztül kap, mert ő a munkát nem végezte el. Azt a munkát, amivel Jézus megbízta őt, nem végezte el. Sőt, azt hitte, hogy az a munka csupán a pásztorokat illeti. Ezért ő nem állt be abba a munkába, amire elhívta őt. Nem állt be az aratásba, a szőlőbe, amire őt elhívta Jézus. És ezért nincs neki kemény fundamentuma. Folyton muszáj magához vegye a drogot kívülről. És amikor annak a forrása megszűnik, akkor hirtelen fennáll a veszély annak, hogy depressziós lesz, és önbántalmazást követel. Én őszintén remélem, hogy valaki megértette az üzenetet, valaki hálával tudta fogadni az ő szívében, és a Jézus testének a feltámasztójához fordul további segítségért, hogy megkapja azt a szabadságot, amiről Jézus beszélt. Hogy az ő lelkének a békéje ne legyen többé kiszolgáltatva azon tényezőknek, amelyekről eddig beszéltünk. Hogy ő valóságosan szabad legyen, és fel tudja kínálni ő is a szabadságot, a szabadság lehetőségét embertársai számára, örömét lelje abban, és emlékezzen arra, hogy senkit nem tehet az ő személyétől függővé, dicsőítés függővé, semmitől sem függővé, mert hogy minden léleknek a legfőbb kötelessége, hogy a Szent Lélektől függjön, a Szent Forrástól, ugye, az Úristentől, minden élet forrásától, arra legyen mindenki rácsatlakozva, hogy ne történjen olyan, hogy Jézus nevében követünk embereket, Isten nevében követünk más személyeket, vallási vezetőket, hanem legyünk mi szabadok, kerüljünk be abba a szabadságba, amelyről Jézus beszélt, és amelyet ő nekünk meg is mutatott azzal, hogy még odáig is elment, hogy a testét önként feláldozta, bűnösök kezébe adta. Ehhez én mindenkinek sok sikert, bátorságot, és mindenek fölött az Úristen áldását kérem és kívánom. Sziasztok!